Sziasztok, én Évi vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Jelenleg itt vagyok Pokharában, a hostelben, és ebben a mai videóban szeretnék nektek megmutatni 5 dolgot, ami szerintem nagyon hasznos azok számára, akik szintén ilyen hátizsákos utazásra indulnak, és megosztok 1-2 praktikát, és hogyan lehet biztonságosan tartózkodni a hostel ideje alatt. A dolog, amit nagyon hasznosnak tartok, az a loktó táskám. Ez mind a mellett, hogy vegan anyagból készült, ez egy olyan speciális anyag, ami nem csak, hogy nem lehet elvágni, hanem vízálló is, illetőleg van hozzá egy számzáras lakat, és hogyha itt ezt a főső részét összehúzzuk a táskának, akkor van benne 2 lyukacska, illetve tartozik hozzá egy hosszabb fül, ami azt a célt szolgálja, hogyha étteremben vagy, vagy mondjuk itt a hostelben, akkor valamihez hozzá lehet erősíteni. Ez szerintem nagyon hasznos akkor, hogyha a hostelekben nincsen szekrény, de ebben az esetben itt most található egy elég nagy méretű szekrény, amiben majdnem az összes cuccom belefér. A másik dolog, amit már esetleg korábban említettem nektek, az egy egyszerű bicikli lakat, lehet vékonyabb, lehet vastagabb, és ezt ide beleakasztottam a táskának a fülébe, amit ide hozzá rögzítettem az ágynak a lábához, illetve a cipzár részeknél még van 2 kicsi lakat. Igazából a jelenlegi helyzet az nem olyan vészes, de azt gondolom, hogy például Indiában, vagy esetleg tájföldi tartózkodás esetén már nagyon sok olyan történetet lehetett hallani, hogy sajnos az éjszaka közepén bejönnek a helyi lakosok, vagy akárki is, és elviszik a táskákat, vagy bármi dolgot, ami mozdítható. A harmadik dolog, amit nagyon hasznosnak találtam, az például ez a kis pénztárca, ez a money clip. Ennek az a lényege, hogy itt található rajta ez a kis klip, amit a hasadnál a nadrághoz lehet csatolni, és ez azt a célt is szolgálja, hogy ugye a táskát nem kell mindig kinyitogatni, és ebbe egy bankkártya belefér, illetve a napi költőpénz. Tehát, hogyha tömegben vagy piacon van az ember, akkor sokkal könnyebben fizet, mint hogy kutakodjon tulajdonképpen a táskába, ami közel sem biztonságos. A negyedik dolog, ami nagyon hasznos az utazás alatt, az például ez a Life Straw vizes palack. Ezt már teszteltem az utóbbi napokban, vettem vizeket közösségi vécékből, meg éttermeknek a csapvizéből, mert hogy ugye ez azt a célt szolgálja, hogy bármilyen típusú vizet megszűr ez a speciális szűrő. Hát hál' Istennek még nem tapasztaltam semmiféle mellékhatást, úgyhogy azt mondanám, hogy ez jól működik, és ugye a másik fő dolog pedig az, hogy így nem kell műanyag palackos ásványvizet vásárolnak. Az ötödik nagyon hasznos dolog, az pedig egy kártyafüggetlen telefon. Jelenleg egy nepáli SIM-kártyát vásároltam még Katmanduban, mert úgy gondoltam, hogy ez elég hasznos lehet, hogy azért internetem legyen arra az esetre, hogyha elveszek. Bár megmondom őszintén, hogy szeretek telefon nélkül elveszni és fölfedezni, hogy hogyan is tudok kijutni a legközelebbi helyre telefonos segítség nélkül, de minden esetre ez egy biztonsági érzést ad, hogy azért a Google Map-et lehet használni minden helyzetben. Ez lenne az 5 dolog, amit pillanatnyilag föl tudnék sorolni nektek. Remélem, hogy találtatok benne hasznos dolgokat, és segítséget fog nyújtani a jövőben, hogyha ti is szeretnétek utazni. És legyen szép napotok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!